elérhető lenne a tökéletes társadalom, ha minden ember a katolikus egyház tanításai szerint élne. Hát nem. Tehát nem a katolikus, hogyha minden ember szeretné a másik embert, akkor elérhető lenne a tökéletes társadalom, de ez azért lehetetlen, mert az ember természete rosszra hajló. Tehát, hogy az emberhez hozzátartozik a bűn, meg a hiány. Tehát a katolikus társadalmi tanítás az pont arról szól, hogy mindenki próbálja meg a lehető legtöbbet megtenni, ami tőle telik, de hogy itt tökéletes nem lesz a társadalom az egészen biztos. Szent Ágoston egyébként a De Civitate Deiben írja azt le, hogy az lenne a cél, hogy Isten állama megvalósuljon, de ez még magában az egyházban sem tud tökéletesen megvalósulni, hiszen az egyház maga is emberekből és bűnös emberekből áll, amit tudomásul kell venni, de a másik oldalon azért ott van az is, hogyha világosan látjuk a céljainkat, akkor lehetünk jobbak. De tökéletes társadalom nem, de jobb társadalom lehet. És fontos is, hogy legyen, meg küldetésünk is, hogy legyen. Motivációvesztés, csalódás esetén hogyan tudnánk visszatérni a hitünkhöz? Hát meg kell nézni, hogy mi okozta a motivációvesztést, és meg kell próbálni azt kezelni, meg kell nézni, hogy mi a hit önök számára, mert hogy látják, ennek is sokféle értelmezési szintje és horizontja van. Ugye a pszichológusok szokták azt mondani, hogy dolgozni kell rajta. Tehát ugyanúgy, mint minden viszonyon, a hithez való viszonyon is rettentő sokat kell dolgozni. Tehát a hit az nem annyi, hogy ránk öntik a keresztvizet, vagy még csak nem is annyi, hogy néha elvallakok a templomban, hanem az egy folyamatos feladat és küldetés. Hogyha dolgozunk rajta, akkor talán fel tudjuk dolgozni a konfliktusainkat, meg a frusztrációinkat is. Milyen eszközök segíthetik az egyházat, hogy a régi keresztény értékeket meg tudja őrizni a folyamatosan és egyre gyorsabban változó világban? Egyfelől szerintem az egyik fontos dolog az, hogy a sokszínűségét az egyháznak meg kell őrizni, és ebbe beletartoznak a különböző tradicionális közösségek, épp úgy, mint a lelkiségi mozgalmak, amelyek a legváltozatosabb módon tudják megszólítani a különböző híveket és a különböző csoportokat. Ahogy különböző módon kell anyanyelven megszólítani a különböző közösségeket, felvidéken vegyesen szlovákul és magyarul, Erdélyben románul és magyarul, tehát meg kell próbálni az egyháznak adaptálódni a megfelelő helyzethez. A másik dolog pedig az, hogy szerintem az egyháznak szüksége van a laikusokra. Önökre. Ránk. Ne várjuk el azt, hogy a pap oldjon meg mindent, ne várjuk el azt, hogy az egyház majd intézményként reagálni fog különböző dologra, nem fog tudni reagálni, annyi mindenre kéne reagálnia. Nem ő fogja helyettünk levinni a szemetet, nem ő fogja helyettünk megoldani a klímaválságot, nem ő fogja helyettünk megválaszolni azokat a kérdéseket, hogy akkor újra kell építeni bizonyos épületeket a várban vagy nem. Ezeket nekünk kell eldönteni, nekünk kell ott lennünk, nekünk kell megtennünk. És ez azt jelenti, hogy a híveknek egyre erőteljesebb jelenléte kell, szükséges ahhoz, hogy ezek az értékek megmaradhassanak, mert mi képviseljük, mi adjuk tovább világiak az utánunk következő generációknak. Amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve, a házasságnak, mint szentségnek a formájára gondoltam, amely föloldhatatlan, mert megkötötték itt a földön, kimondatott ez az összetartozás, és ezt innentől kezdve senki nem választhatja szét. A mennyben is számon tartják, a mennybéli angyolok is, ha szabad ezt a kifejezést használom, tisztában lesznek az, hogy ez a két ember összetartozik. Ezeknek, hogy ha megcsalom, ha elhagyom, ha erőszakot teszek rajta, azt nekem föl fogják róni. Jó, ugye a különbség beszámítható, meg nem beszámítható ember bűne között. Ugye ahhoz, hogy bűnről beszéljünk, ahhoz három feltétel kell, tudva, akarva, alapvetően kettő, és ugye a bűn a cselekménynek a súlya, mint ilyen. A tudás az azt jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy ez törvényszegés. Egyébként jogban is ez így van, tehát a civil jogban is. Tehát magyarán szólva, az embernek világosan látnia kell azt, hogy
ezzel Isten törvényét megszegte. Beszámítható ember sok esetben nincs azon a szinten, hogy átlássa azt, hogy mi lesz az ő cselekvésének a következménye. Tehát ebben az értelemben, ha teológiailag fogalmazzuk, akkor meg fogunk lepődni azon, hogy a mennyországban két dolgon, először is legalábbis én ezt szoktam viccesen mondani, hogy egyrészt én oda kerültem, másrészt meg, hogy mennyi, fogalmazzunk úgy, mennyi mindenki van ott, akiről nem gondoltuk, hogy oda kerül. Példának okáért, mert mondjuk nem képes bűnt elkövetni. Mit gondol az egyház az atomenergiáról? Azt is ellenzik, vagy az atombékés felhasználását engedik. Ugye eleve mondjuk ez a kategória, hogy elengedi, hát nyilván nem olyan jellegű hatóság az egyház, hogy most enged vagy nem enged, hanem inkább erkölcsi tanítást ad valamiről. Egy említettem azt, hogy 6. Pál még azt mondja, hogy mindenkinek lehetővé kell tenni. 12. Pius is ezen az állásponton volt, és aztán ugye azoknak a katasztrófáknak, Csernobil, ugye mi is éreztük ennek a hatását, egyre inkább eljutottunk oda, hogy a mostani pápa már azt mondja, hogy igazából az atom békés felhasználása is az emberiségre, meg a teremtett világra óriási veszélyt hordoz. Tehát jelenleg a tanítóhivatal ezen az állásponton áll. A kutyák tényleg a pokorra jutnak? Akkor bűnös élet kutyát tartani? Nem. Mehetek tovább? Nem tudjuk. Jézus nem beszélt a kutyákról. Nem mondta azt, hogy üdvözülnek, és azt sem, hogy elkárhoznak. Én azt gondolom, itt részben Ferenc pápára alapozok, hogy arról viszont beszél a Szentírás, hogy az ég és a föld sóvárogva várja Isten fiainak a megnyilvánulását, és amikor Isten visszatér, akkor ő lesz minden mindenben. Tehát valami módon az ember üdvösségéhez hozzátartozik az ő környezete is. Valami módon az egész teremtett világ üdvözül majd. És ha az én környezetemhez hozzátartozik a kutyám, nem én mondom meg, Isten tudja, de akkor az is az üdvösségnek a része. Az anyag maga üdvözül valamilyen formában. Nem tudjuk, hogy hogyan, és nem mennék ebbe mélyen bele, mert nem tudjuk, és nem is kell tudnunk a saját üdvösségünk érdekében, de biztosan nem állítanám, hogy a kutyák a pokorra jutnak, és nem bűn kutyát tartani, és megvan az a reményem, hogy egyszer ott lesz velünk az a kutyus, és ezt a reményemet akkor formáltam meg erőteljesen, amikor egy másodikos kislány a hörcsögéről kérdezte ugyanezt, aki akkor halt meg, és szegény teljesen kétségbe volt esve, és nem akartam lelombozni. Úgyhogy igaza van, hogy valamilyen formában ez működni fog. Ha Ádám, Éva ketten voltak a Földön, és két fiúk született, hogyan szaporodtak? Úgyhogy ez egy metafora, egy allegória. Az egész Genezis teremtés könyvének az első 11 fejezete, az őstörténet, az egy eredet mítosz, ugyanúgy eredet mítosz, mint a Gilgames, sugalmazott eredet mítosz, amelyben benne van Isten érintése, de ez egy metafora. Ha az egész Bibliában történelem könyvet keresnénk, akkor nagyon sokszor pórul járnánk, mert Jerikó falai a zsidók támadásától sosem omlottak le. Tehát, hogy nagyon sok olyan történet van a Bibliában, ami nem historikus, de nem is akart történeti könyv lenni. A Biblia nem történelem, hanem az egy értelmezett történelem. És ezért mindig megengedett annak allegorikus értelmezése a megfelelő összefüggésben. Azt akarja üzenni a történet, hogy volt egy pillanat, amikor Isten lelket adott az embernek. Hogy ez hogyan és mikor történt, hogy volt egy pillanat, amikor megjelent az ember, és annak van egy kezdete. Hogy ezt neandervölgyinek vagy másnak hívták, az édes mindegy. Egy eredet mítosz, egy allegória ezt így fogalmazza meg. Kicsit használják a hermeneutikát, vagy a kritikai biblia értelmezést ilyen értelemben, hogy a szöveget abban a műfajban, abban a kontextusban értelmezni, amiben az született. A 21. századi ember miért kevésbé fogékony a csodákra, és vizsgálja azokat egyre szkeptikusabban? Szerintem nem. Mondják, hogy van szekularizáció, és a 19. század óta divatos szekularizációs tézisről beszélni, vagyis Comte, vagy aztán majd másik szerző, most nem jut eszembe, majd mindjárt megmondom. Szóval hogy divat arról beszélni, hogy ahogy növekszik bennünk a tudomány, a megértés, egyfajta matematizálható tudás, úgy csökken a csodába vetett hitünk. Ez a szekularizációs tézis, marad utána egy száraz, sokszor száraz materializmus. Ezt nevezik a világ varástalanodásának is. Ki
kifogy a világból a mítosz. A világ varástalanodását teológiai nyelven úgy hívják, hogy mítosztalanítás. Mert a teológusok erről beszéltek. Nincs szükség mítoszra. Próbáljuk az evangéliumot úgy értelmezni, hogy hát ott nem ördögöt üzött ki Jézus, hanem volt egy zaklatott ember, akit megnyugtatott. Vagy legmeredekebb, Jézus nem támad föl, a tanítványai szívébe támad föl, mert ők azt akarták látni. És ez egy bennük lezajló esemény, és az még fontosabb, mert ami bennük lezajlik, az formálja át az egzisztenciájukat. Hangzik Bultmann egzisztencialista érvelése 20. század elején. Ez a mitosztalanítás, vagy a világ varástalanodásának a folyamata. Ma pedig mégis arról lehet beszámolni, Charles Taylor, Hans Joas, hogy, és nem csak keresztény szerzők, hogy van egy úgynevezett reszekularizációs folyamat. A vallási jelenség olyan kontextusban és olyan összefüggésben, nem feltétlenül az intézményes egyház kontextusában, de olyan izgalmas módon élednek újjá. 20. században van egy vallástörténeti jelenség a keresztények között, amit pünkösdizmusnak nevezünk. 1906-ban elkezdődik Los Angelesben, és napjainkig fél milliárd embert érint meg, vagy ér el a pentekosztalizmus, vagy pünkösdi kereszténység. Ezzel a pünkösdizmus a világ történelem legintenzívebb vallási jelensége, vagy legintenzívebben terjedő vallási jelensége a szekuláris 20. században. Rengeteg katolikust is megérint, intenzívebben terjed, mint az iszlám a maga korában, pedig az is elég intenzív volt. Szóval van egy erőteljes reszekularizációs folyamat, és kezdjétek el figyelni a különböző vallási jelenséget. Mondom, nem feltétlenül a hivatalos egyházak korában, mert a reszekularizációs folyamat sokszor együtt jár az intézményektől való irtózás folyamatával. Intézmény lehet a házasság is. Rengeteg intézménytől irtózik a mai társadalom az elköteleződéstől. De közben van reszekularizáció, mert mindenki valamit keres. Beiratkozik valami ostoba tanfolyamra, elmegy valami olyan ostoba, spirituális, léleképítő angyaltanfolyamra, hogy nem tudom mire, tele vagyunk spirituális ébredésekkel, csak ezek nem cizelláltak mindig. És tele vagyunk nagyon erős spirituális megújulásokkal is a világban. Szóval azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül igaz ez a kijelentés. A csodák, mintha visszatérni látszanának. Ön szerint Jézus szeretet parancsa, bocsánat, ellenére miért nem valósul meg a hétköznapi ökumenizmus? Elsősorban itt a protestánsokkal való kapcsolatra gondolok. A ökumenikus mozgalom 100 éve tart. Akkor jöttek rá a keresztény felekezetek, hogy nem jó ez így, és igazából ciki, ahogy a felekezetek szétszabdalva élnek egymás mellett, amikor elmentek Afrikába téríteni, és ott a benszülöttek találkoztak katolikussal is, evangélikussal is, reformátussal, baptistával, és megkérdezték, hogy jó, mindenki Jézus, de akkor most ki mondja az igazat? És hazajöttek Európába, és a protestánsok, tőlük indult el az ökumenikus mozgalom, rájöttek arra, hogy itt nekünk egységesülni kell, meg kell találni egymást. Éppen a misszió miatt. És ez az ökumenikus mozgalom 100 év alatt borzasztó sokat, rendkívül sok eredményt tud felmutatni. Szerintem nagyon kell örülnünk annak, hogy az én szüleim még nem mehettek be egymás templomába. Katolikus nagyszülőm nem vehetett el reformátust. Tehát olyan falak dőltek már le eddig, amelyek mi természetesnek tartjuk, hogy most ez van, de 50 évvel ezelőtt nem így volt. Másik vatikáni zsillat előtt nem így volt. Tehát óriási léptek szerintem lépett a kereszténység az ökumenizmus terén. Én nagyon bízom benne, hogy ez az egységesülés, ez az egymásra találás, hogy egy hajóba nevezünk, ez a mi életünkben is, a következő évtizedekben is közelíteni fog. És itt ezt látjuk, hogy összeérés zajlik a szemünk előtt, ami egyházainkban, bízom benne, hogy megvalósul az ökumenizmus. Főként a hétköznapi ökumenizmus, igenis meg tudjuk élni, meg tudják önök is élni, amikor tudnak úgy beszélgetni más felekezetű keresztényel, hogy nem vita a vége, hanem tanulunk egymástól, és tiszteljük egymást, és tudunk együtt dolgozni. Nem a köldöknéző kegyességre van szükség, hanem a tevékeny szeretetre. Szeretett szolgálatra, közös intézményekre, és így tovább. Kapaszkodjunk össze, ez rajtunk múlik. Ön szerint lehet parancsra szeretni másokat, nem ösztönből kéne jönni ennek az érzésnek? Nagyon jó kérdés. A szeretet nem csak egy érzés. Szeretni valakit, az egy döntés, alapvetően, és utána erre jön egy érzelmi ajándék.
Tehát én azt gondolom, hogy tisztelni kell a másikat. Akit nem tisztelek, azt nem is fogom tudni megszeretni. Figyeljük meg, bárkit szeretek, azt tisztelem is. Akit nem tisztelek, azt nem fogom megszeretni. Az emberi méltóság alapján én tisztelem a másik embert, akkor is, hogyha bizonyos szempontból nem szimpatikus, vagy antipatikus az illető. Parancsa nem lehet szeretni. És ha csupán azokat az embereket kedvelem, szeretem, tisztelem, akik ösztönből számomra szimpatikusak és szerethetőek, az nagyon kevés. Akkor ugyanott vagyok, mint egy beltenyészetben élő ember, aki csak a sajátját tudja elfogadni. Jézus ezt hozta el, hogy ne csak a zsidó szeresse a zsidót, hanem a zsidó tudja szeretni a szamaritánust is, a görögöt is, a rómait is, mert ő is Isten teremtménye, és Isten képére van teremtve. Tehát ne várjam el, hogy szeressem a másikat, az egy ajándék, az egy érzelem, hanem tiszteljem, és igenis adjam meg neki azt, ami neki jár. Mi történne a társadalom akkor, ha kivétel nélkül mindenki saját magát helyezni előtérbe, a közösség érdekekkel szemben? Az lenne a pokol. Az lenne a pokol. Tudják, mi a pokol? Az a pokol, amikor egy körasztalnál ülnek, és középen van az edény, és mindenkinek van egy kanál a kezében. És mer a kanállal, és próbálja megenni, de hosszú a kanál, és nem tudja a fejével a száját oda tenni. És mindenki éhezik, mert nem tudja magát megetetni. És tudják, mi a mennyország? A mennyország az, amikor ugyanez a szituáció, de az emberek rájönnek arra, az üdvözültek, hogy ezzel a fakanállal meg tudom etetni a szembelévőt. És mindenki megeteti a szembelévőt. A pokol a szeretetlenség. A mennyország pedig a szeretet teljessége. Mi valahol a kettő között vagyunk, jó lenne, hogyha abba az irányba mennénk. Tehát ha mindenki csak magával törődik, akkor pokollá válik a társadalom. A pápa hogyan tartja kapcsolatot a Teremtővel? A Biblia forró drótja van, imádságnak hívják.